Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti stúdió beszélgetésünk vendégei a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozatának elnöksége, hiszen az elmúlt fél évben egy tisztújítás volt a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozatában. Sátoraljaújhelyben és azt hiszem egész Zemplénben, és ebbe beleértem a Felvidéket is, nem kell már bemutatni a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozatát és annak működését, hiszen ez a civil szervezet az, aki számtalan eseményen megjelenik, mozgatja a magyarságot, mondhatjuk így, hiszen Sátoraljaújhelyben és a határon túlélőket egyaránt. Köszöntöm a stúdióban Végsőné Fazekas Arankát, a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozatának most már örökös tiszteletbeli elnökét, Kompordai Leventét, a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozatának jelenlegi elnökét, és Klubert Gábort, a Zemplén a Magyarságért Alapítvány elnökét. Mindjárt elmondjuk azt is, hogy ez az alapítvány és a tagozat hogyan is kapcsolódik össze. Hát talán kezdjük is itt rögtön az elején örökös tiszteletbeli elnökként. Hogyan emlékeznek, hogyan emlékeztek vissza, hogyan is alakult meg a tagozat annak idején? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. 1996-ra mennénk vissza, amikor már a kezdetektől ott ültem a társaság körében, és nagy alapítóink, közismert emberek, akik létrehozták a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozatát. Egy másfél évig dr. Csebotont ideggyógyász főorvos úr kezében volt, de el kellett költözniük, hiszen Miskolcon kapott főorvosi állást. Aztán engem szemelt ki, hogy folytassam tovább ezt a nagyon szép, nemes, de nem könnyű feladatot. Egy évre vállaltam el, és ebből az egy évből 15 esztendő van a hátam mögött. A 15 esztendő tel is tele volt sok-sok örömmel. A nemzet iránti elkötelezettségem, a bensőm, az sohasem érdekekből fűződött ehhez az ügyhöz, hiszen nem is lehet. Mi pénzhez úgy jutunk, hogy ha pályázati úton nyerünk. Én feladatomnak éreztem, hogy itt helyben, bár nem itteni születésű vagyok, de 1980-as évek elejétől itt tanítok, jól ismerem már Sátoraljaújhely polgárait, és mint egy feladatomnak tartottam, ha ez a választás engem tisztelt meg, és sodort az élet a mindennapokban, hogy hozzányúljak azokhoz a nemzeti értékekhez, amelyek a magyar nemzet életét nagyjá tették és teszik. Hála Istennek, hogy a hátam mögött olyan tagság tömörült, akikkel együtt én nagyon-nagyon jól tudtam és tudok dolgozni. Ha Magyarok Világszövetségének legrégebbi múltjára tekintünk, nem kis feladat ez, hiszen 1849-ben, amikor tömegesen vándoroltak ki a szabadságharc után, Kossuth Lajosnak volt az a gondolata, hogy hozzák létre a magyarság összetartozása sáért a Magyarok Világszövetségét. Majd ez 59. május 6-án Párizsban meg is történt, és elnöke pedig Kossuth Lajos, majd társelnöke, tagja Klapka György volt, Teleki László, és székhelye pedig Genova volt. Majd az első kongresszus, amely 1938-ban volt Budapesten, látta, hogy a magyarság összetartozása több mint 50-52 országban szétszóródott magyarságot csak úgy lehet összetartani, ha itt az anyaországban még kezet nyújtunk feléjük. Nagyon sokat tevékenykedik mai napig is, hiszen a központ az Pesten van, a Szemelweis utcai Magyarok házában,
és 2000-től májusától pedig Patrubány Miklós elnök úr vezeti, majd előtte pedig Csóri Sándor volt az elnöke. A mi feladataink közé nem csak az ünnepségek, megemlékezések szervezése volt, hanem igyekeztünk emléktáblát állítatni Mindszenty József bíboros herceg primás érseknek, tehát ez már a 2000-es években, 2001-2002-ben, ha jól emlékszem, a római katolikus plébánia templomban, majd Madarász István püspöknek is emléktáblát állítottunk. 2000-ben az első magyar tanárdiák találkozón 3 emléktáblát készítettünk el a Magyar Kálvária stációjára. Aztán Rakovszky József újhelyi költőíró emlékére az Esze Tamás utcán, a ház falán, ahol lakott, az a sarkon van az ő háza, ahol élt nagyszüleivel együtt. Szintén emléktáblát készítettünk, a Nemzeti Társaskörrel nagyon jó kapcsolatunk volt a 2000-es években, hiszen 2 templomnak is, a görög templomban és a református templomban a Nemzeti Társaskör március 15-e alkalmával címeres magyar zászlót ajánlott fel. Mielőtt talán elszaladunk, és sok minden történt nyilván ebben az évtizedben, sőt most már lassan 2 évtizedben, talán említsük meg az alapító tagokat, hiszen itt egy nagyon pontos vezetése volt a szervezet múltjának, és hát előkerült az első alapító okirat is. Igen, el kell mondani, hogy nagyon prominens személyek voltak közöttük. Most említeném magát az alapítót, aki elindította, ez Bíró Tamás, és a fiatalabb Bíró Tamás, Cseh Olga, Dobai Béla tanárról, Sárospatakról, Fürjes Andrásnő már nem él Újhelyben, dr. Hölgye István, szinte mindenki ismerte, dr. Illés László, Matyasovszky Miklós, Ruzsinszky László, aki a tűzoltó parancsnok volt, Tóth László, és Várkonyiné Kovács Ildikó, valamint Gyöngyösi András, de sajnos már ő is elhunyt. Tehát ők voltak az alapítók, ők hoztak részre alaptőkét, 50 ezer forintot, amihez nem lehetett hozzányúlni, csak esetleg tenni. De sajnos ezen kívül nem sok tőkénk van, mivel támogatást nem kapunk, csak a beszedett éves tagdíjakból, és hát azt is elmondhatjuk, hogy ez nem sok mindenre elég, nagyon sokszor nyúltak a tagjaink a zsebükbe, és kiegészítették, mert ha csak a koszorúzásokat vesszük sorra az állami ünnepeken, akkor már az a kis pénz, ami bejön a tagdíjból, az nagyon kevés, és így hoztuk létre. Nagyon sokat áldoztak érte, például a Szent István parkot len, ahol az augusztus 20-ai megemlékezéseket végezzük. Ott is elsősorban a tagok összeadásából jött létre. A tagság az bővült egy darabig, és most is bővül, vagy most már stagnál, hogyan működik? Több mint 500 a lélekszáma a civil szervezetünknek, és azt vettük észre, hogy nagyon sokan szimpatizálnak velünk. Az ünnepségeinken megjelennek, ez az október 6-a, amit tulajdonképpen mi szervezünk a városi polgár önkormányzattal együtt. Október 6-a nem csak a polgárokat vonza, hanem szükséges, hogy megjelenjenek az iskolákból a gyerekek, a fiatal nemzedék. Augusztus 20-a, hát hatalmas ünnepünk a Szent István Parkban zajlik, és egyre többen vagyunk évről évre, én azt vettem észre. Valamint a június 4-e a trianoni megemlékezés, szintén jó pár létszámmal, megelégedéssel tölt el bennünket, hogy jönnek fiatalok és iskolákat is tudunk mozgósítani, nem csak helyből, hanem a felvidéki iskolákból is jönnek a tanárok a gyerekekkel együtt. Érdekes volt, hogy végignéztem, hogy a 15 esztendő alatt hány meghívott vendégünk volt, akik emlékbeszédet tartottak
vagy ünnepi beszédet tartottak, és meglepődtem, hogy 78. Azokon az embereken kívül, akik a mi tagjaink is, például Lubert Gábor vagy Kompordai Levente igazgató úr már több alkalommal, vagy én. A gyűjteményekről sem feledkezzünk meg, könyvjuttatások Kárpátaljára, felvidéki iskolákba, különösen a B.I. általános iskolában nagyon szép könyveket adományoztunk, vagy az adományok a moldvai Csángók magyar iskolájának építését támogattuk pénzösszeggel, valamint az erdélyi nagy árvíz támogatása, de azt is mondhatnám, hogy helyben a Széphalmi Szent, a levéltárba igyekvő, nagyon szép egész alakos bronzszobornak a támogatásához is hozzájárultunk. Tehát azért, ahol mi tudunk, vagy a zsebünk engedi, a tarisznyánk engedi, segítünk. Még, bocsánat, említs meg legutóbbi, amikor 50 ezer forintot adtunk a Rákóczi szobor helyreállítására is. Igen, Borsiba. Az utóbbi adományunk pedig a tönkretett Rákóczi szoborhoz járultunk hozzá, de amint látjuk, hogy szebb, mint valaha, és ennek pedig örülünk, mint egy 50 ezer forinttal tudtuk támogatni. És ha már nem véletlenül említettem a tagságot és a tagság létszámot és annak fiatalítását, hiszen a tisztújításban nyilván egy fiatalabb elnök lett, aki hozza az új szemléletet, viszi az elődöknek a munkáját, hogyan tervezitek a megújított elnökségben a munkát? Hát amilyen örömteli felkérés volt az, hogy ennek a nagymúltú civil szervezetnek itt a városban, illetve az Emprint tagozatának az elnöki pozíciójával a felkért Aranka. Legalább olyan nehéz feladat is ez egyben, mert annyi minden munkatervileg egy évre vonatkozóan, annyi minden feladat, illetve ünnepség, előkészítés, illetve megszervezés és lebonyolítás, illetve azon kívül a elhangzott jótékony feladatok, akkor ezen kívül a különböző, tehát magának a szervezetnek, szervezet tagságának a megszervezése, illetve folyamatos munkaadás nekik, ez egy nagyon nehéz feladat előttünk. Ezzel kapcsolatban Aranka minden segítséget, illetve a tagság is minden segítségét megígért, és ez nekem sokat segít abban, hogy a bevállalt feladatokat teljesíteni tudjuk, és a bevállalt feladatok teljesítése mellett pedig ugye magát a tagságnak az összetartását is hát meg kell szervezni. Ugye a tagságunk, ahogy említetted is, hát idősekből áll főleg, de most már azért egyre több fiatal is érdeklődik, illetve szimpatizál ezzel a szervezettel. Reméljük, és hát tulajdonképpen ennek a lehetőségnek a megragadása is most itt a képernyőkön keresztül egy üzenet formájában, hogy szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, illetve például velem egykorú kortársaimat, akik szintén szeretnének ebben a civil szervezetben részt venni, a tagságba belépni, illetve a feladatokból kivenni a részüket. És nyilván egyrészt azzal, hogy iskolákban dolgozunk, tehát az oktatási vonalon tevékenykedünk, azzal megpróbáljuk megszólítani azokat a fiatalokat is, akik ezekben az intézményekben tanulnak, és az elmúlt két évtizedben azért nagyon sok diák vett részt ezeken a ünnepségeken, ezeken a jótékonykodásokon és ezeken az összetartó szervezett megemlékező programokon. Említsük már meg esetleg, hogy az elnökségben kik az új tagok, akik a régiek maradtak, hogyan történt ez a tisztújítás, vannak-e Leventén kívül új nevek? Elsősorban Leventéhez kapcsolódom, hogy miért is ráesett a választás. 5 évvel ezelőtt lett ő tagunk, és én úgy figyeltem titokban az ő egész egyéniségét, és mint történész, és az egész feladathoz való hozzáállásában én azt éreztem, hogy
ő jó utódom lehet. Ez nem jelenti azt, hogy én most elfordultam, maradtam továbbá tag, hiszen a tagság örökös tiszteletbeli elnöki választott, és mi megértjük teljes egészében, hogy rengeteg dolga van, fiatal ember, de az életnek vannak olyan szakaszai, amikor az ember, tehát azt akarom, hogy ez a szervezet éljen. Aztán, hogy most az én életemben kisebb-nagyobb nehézségek vannak, tehát családi okszülővel kapcsolatos teendőim és gyermeki kötelességeim, mert idős szülőről van szó, vagy az egyéb elfoglaltságom mellett úgy éreztem, hogy fontos lépnünk, és ezt az utat ő tudja tovább folytatni. Láttam benne azt az embert, aki tiszteli nemzeti értékeinket, foglalkozását tekintve olyan körben mozog, hogy valóban meg tudja szólítani és behozni a társaságba a fiatalságot, a fiatalokat, hiszen azok az emberek is, ha csak 15 évet mondok, a most évtől visszaszámolva még fiatal emberek, hölgyek voltak, nők voltak, 40-es éveik közepén éltek. Azt tudom, és azt talán mutassuk meg, hogy mi tiszteletbeli elnök egy kis ajándékot is kaptál a tagságtól. Hát ez... És közben pedig azért azt mondjuk már el, nyugodtan Aranka, mutasd meg, hogy az alapítvány az hogyan segíti a tagságot, vagy a tagozatot? Tehát a kettő hogyan kapcsolódik össze? Hát teljes mértékben együtt működünk, és ugye tudni kell azt, hogy ezt pályázaton nyertük, és kevés civil szervezet mondhatja el, hogy van önálló zempléni magyar házunk. Ezt megkaptuk ugyan, de teljes mértékben a mi feladatunk az állagának a megóvása. Nagyon-nagyon sokat költöttünk rá, persze pályázatok alapján sikerült. Igen, és ugye együtt a maga a Világszövetség Zemplén tagozata, és mert ezek mind tagok is, az alapító tagok, itt a Zemplén a Magyarságért Alapítványnál, és bizony nagyon sokat dolgoztunk, felújítottuk kívül, belül, meszelés, bepucolás, szőnyeget vettünk, kerítés megcsináltuk, akkor bent függöny, sötétítő, poharakat, tányérokat, mert rendszeres rendezvényeink vannak, most a legközelebbi például lesz 23-án, Magyar vagyok címmel, nem mondhatnám azt, hogy nemzetközi, de mert felvidéki diákok is jönnek, szervezzük a szavaló versenyt, és oda vendégül kell látni a gyerekeket, ugye távolabbról is jönnek, és igyekszünk emberi körülményeket biztosítani nekik. Tehát ezek mind olyan kiadások, amit csak így tudtunk megoldani, hogy közösen. Tehát még sokszor a pályázati pénz se volt elég, mint ahogy előzőleg is említettem, sokszor nyúltunk, és nyúlunk a zsebünkbe is, hogy ezt így fel tudjuk tartani. Mennyire számít tanak a más civilek rátok? Tehát említetted, hogy nagyon sok gyűjtést szervez a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozat, és azért azt említsük meg, hogy hát ez egy országos, sőt nemzetközi hatáskörű szervezet. Tehát itt, hogyha a Zemplénél jajt kiáltanak, mert hogy árvíz volt, akkor gondolom kintről is jön a segítség. Úgy értem kintről, hogy a más szervezetektől, akár külföldről, akár határon túlról. Igen, szívesen juttatnak, és szívesen adakoznak, hogyha az országban bármilyen katasztrofális helyzet előáll. A kommunikáció az teljes mértékben most már internetlevelezés alapján, vagy azért mindenki tudja, hogy melyek azok az elnökök, akiket érdemes megkeresni helyi szinten, vagy országos szinten, ott Budapesten a székházban, hogy akkor most nekünk van szükségünk segítségre? Igen, csak az a baj, hogy a központi fészkünk a Magyarok Világszövetségétől 2000. május 27-én
Amikor megtörtént az elnökválasztás, megvonták a segítséget, a pénzbeli segítséget, és ennek ellenére Patróbány elnök úr 2000-től mind máig megválasztott elnök, és bizonyít, erőn felül bizonyít, sorozatos, nagy értékű könyvek jelennek meg a világ minden részében, ő több nyelven beszél, 6 nyelven, tehát ő maga is le tudja fordítani a történelmi eseményeket, és a nagy történészek beszámolóit olvashatjuk egyes kiadványaikban. Nem beszélve a honlevéről, amely nagyon értékes és nagyon nívós, amely minden hónapban megjelenik. Az egy folyóirat? Az egy folyóirat, igen. Igen, egy színes folyóirat. Támogatják a kiadását a külföldön élő magyarok, elnökök, meg mi azzal, hogy megrendeljük. Akkor, ha talán... Igen? Még annyit tennék hozzá, hogy tehát nem feltétlenül csak anyagi szempontból van kapcsolata a, mondjuk a budapesti központ és az Emplén tagozat között, hanem tehát elsősorban elkölcsi és olyan jellegű a támogatás, ami minket mondjuk a elnökség részéről ér, hogy az ünnepségeinket megtiszteli például elnök úr, és azzal egy kicsit már elébe is megyünk a jövőbeli programjainknak, hogy az október 6-ai ünnepi beszédet például Patróbány Miklós elnök úr fogja majd tartani a Kazinci kertben, Széphalomban, illetve ugye mindig számíthatunk rájuk, hogyha akár az országos elnökségre, akár pedig itt a megyei vonatkozású tagságra, illetve elnökségre a saját ünnepségeink, illetve a saját rendezvényeinknek a megtartásában. A felvidéki magyarság becsatlakoztatása, amit itt említették is, hogy a szavaló versenyeken számtalan szor előfordulnak, most már egyre nagyobb számban talán mondhatni, mint vendégszónok, sok alkalommal jön felvidékről előadást vagy szónoklatot tartani. Hogy milyen, mennyire élő a kapcsolat velük? Hát ez célunk is, hogy a élő kapcsolatot fenntartsuk, illetve még inkább szorosabbra fűzzük, hiszen azzal, hogy például az augusztus 20-ai beszédeknél is szokott megjelenni felvidéki vagy kárpátaljai szónok, azzal mi szeretnénk mindenképpen velük is megismertetni ezt a vidéket, illetve ezt a régiót, illetve az Emplén tagozatnak a munkáját, munkásságát, valamint azt is szeretnénk, hogyha az Emplén tagozat, illetve az rendezvényeinkkel kilátogató sátor a jóhelyi polgárok, illetve velünk szimpatizáló polgárok, civilek, ők pedig megismernék azokat az embereket, illetve azoknak az embereknek a tevékenységét, munkásságát, előadókészségét, és egyáltalán az ünnepségeket követő beszélgetések során pedig belepillanthatnának a mindennapjaikba azoknak az embereknek, akik tehát a felvidéken, Kárpátalján, esetleg Erdélyben, vagy bárhol a Kárpát-medencében élnek és magyarként élnek. És csatlakoznék még Leventéhez, hogy ismerik a Világszövetségnek az életét, a munkáját, hát a Zemplén televízión keresztül elsősorban, hiszen nagyon sokszor kapunk évről évre meghívást személyemben is a Bodrog közbe ünnepi beszéd vagy emlékbeszéd megtartására, vagy az Ungvidékre, sőt a 90-es évek végén pedig Kassa környékére is. A meghívott vendégeink ünnepi és emlékbeszéd megtartására nagyon vegyesek. A helyi történelmi egyházak képviselői mindig ott vannak a rendezvényeinken, többször vállalták ők is ezt a feladatot, vagy Király Helmetszről, neveket nem sorolom, vagy a perbenyiki evangélikus görögkatolikus lelki pásztor, vagy Beregszászról szintén lelkész, de Fazekas László püspök Komáromból, tehát az ország szinte minden megyéjéből elfogadták már a meghívásunkat. Tehát jó az, hogy tudnak felőlünk, és az még jobb, hogy egy-egy kongresszusi összejövetelen szinte
a Magyar Házban elsőként említi meg a Zemplén tagozatot Patrobány Miklós elnök úr. Kirándulásokra együtt létre van-e lehetőség? Vagy elviszik a programok, a szervezés, mindezt? Nem, rendszeresen és bejártuk már, azt lehet mondani, hogy a nem szeretem ezt a szót, de határon túli magyar területeket szinte mindenütt voltunk. Úgyhogy a délvidéktől kezdve felvidéken, akkor legutóbb a Mura közben voltok, azon én nem tudtam részt venni ugyan, de olyan élmény volt, vagy a Kárpátokon túl a Csángók központjába, Pusztinán voltunk. Úgyhogy elsősorban a megyei szervezettel vagyunk nagyon jó kapcsolatban, és úgy tudunk összeszedni egy buszra való embert, hogy velük közösen, és ezek mindig nagyon jók, és végül is az alapító okiratban benne van, hogy a határon túli magyar emberekkel a kapcsolattartás, a kulturális sport minden területen felvenni a kapcsolatot, és éreztetni azt, hogy ők is és mi is egy célért dolgozunk és vagyunk. Legutóbb most mi magunk szerveztünk éppen vasárnap egy nagyon jó kis kirándulást. Innen indultunk Szerdahelyről Sárospatakra kis hajóval és vissza, de ez csak a Zemplén tagozat tagjai voltak, és itt is volt hozzánk csatlakozott 5 szimpatizáns a városban. Tehát itt is jelentkezik az, hogy figyelemmel kísérnek minket, és szeretnek eljön a rendezvényeinkre, mint minden rendezvényre, sőt, amikor a szavaló verseny lesz 23-án, oda is nagyon sok civil ember be szokott jönni. Célok. Talán, hogy vannak-e olyan kitűzött feladatok, amelyet szeretne megoldani akár a közeljövőben, vagy távolabbi jövőben a tagozat, vagy mindig hozzá magával az élet a feladatokat? Természetesen célunk az, hogy a korábban az éves munkatervünkben foglaltakat azt továbbra is szeretnénk teljesíteni, illetve nyilván azokon kívül pedig szeretnénk részeseivé válni, aktív részeseivé válni Sátoraljújhely város életének, azzal, hogy akár például ezzel a szavaló versennyel is, vagy a város hetében ugye megjelenünk és felhívjuk magunkra a figyelmet, illetve azért nyilván annak van valami jelentés értéke is, hogy amikor egy ilyen szavaló versenyt rendezünk, akkor nyilván diákokat, fiatalokat szólítunk meg, és ugye ezzel tehát a Magyarok Világszövetsége tulajdonképpen az összetartozást is szeretné egy picit összekapcsolni egy egyszerű szavaló verseny, egy egyszerű irodalmi versennyel, vagy magyar versennyel együtt. Ugye a céljaink, tehát az éves munkatervünkben szerepelnek ugye azok a meghatározott nemzeti ünnepekhez, illetve az ország, vagy a Magyarország kiemelkedő személyiségeihez, történelmi személyiségeihez kötődő megemlékezések, illetve ünnepségeknek a megtartása, illetve nyilván meghatározott éves munkatervünk az természetesen illeszkedik, illetve kapcsolódik a többi újhelyi civil szervezetnek a feladatrendszerével is, hiszen nyilván nem szeretnénk egymástól elvenni a különböző rendezvényeket, de mindennek, és azt hiszem ez itt Sátoraljújhelyben ennek elég jó kialakult múltja van, rendje van, így van, ami alapján ugye működik ez az egész éves munkaterv, mondhatnám a város részéről. A célokhoz még én talán azt mondanám, óhajom lenne egy nagy, hogy jobban bekapcsolódnának a középiskolák a rendezvényekbe. Én aláírom egy oroszlán részt vállalt Aranka évek hosszú során át az ünnepélyek megrendezésébe, a drámatagozatos gyerekek bevonásával, hihetetlen energiával. Én nagyon hiányolom a középiskolás diákokat. Például március 15-ét nem a harmadik elemista gyerekek csinálták Pesten se, hanem a felnőttebb ifjúság. Szóval én hiányolom a rendezvényekről a középiskolás gyerekeket, és anélkül, hogy bárkit megbántanák, nagyon kevés pedagógust is látok a rendezvényeken. Ez egy óhaj lenne a célok kitűzéséhez. Én úgy tudom, hogy éppen most ez valóra is válik, hiszen a Kossuth Lajos gimnázium kapta most ezt feladatul, a március 15-i ünnepségen való fellépést.
És ha már a kapcsolódás és az önkormányzat és a város került szóba, nem oly rég adtunk hírt arról, hogy egy komoly pályázatban van benne a Magyarok Világszövetsége, de nem az emplén tagozat, hanem a Nagy Szövetség. Erről a tagozat tud-e valami bővebbet, vagy csak egyszerűen támogatta azt, hogy az önkormányzat és a nagy szervezet fölvegye egymással a kapcsolatot? Mi teljes egészében támogattuk, és az elnök úr pedig meglepődött, hogy őket, mint nagy civil szervezetet kérték fel, és nagy örömmel fogadta, és rengeteg javaslattal bővítette, hogy hogyan lehetne segíteni ennek a pályázatnak a létrehozását. Én úgy tudom, hogy jó úton halad. Reméljük, hogy hallunk majd erről is írt, ahogyan sokszor hallunk majd még a Magyarok Világszövetség a Zemplén tagozatáról is, akkor leghamarabb most 23-án a 3 órától a Zempléni Magyarházban találkozunk. Legyen így, önöknek pedig viszontlátásra. Köszönjük szépen a lehetőséget.